Знаешь, баландить мы то не боем болевамика. Csilla, mennyi idő átérni innen? Hát innen körülbelül 50-55 perc. Nem bánom. Sokan mondják a faluban, hogy hosszú út, sok verődés, sok törődés, de én szeretem. És hánykor kezdődik az órá? 7 órakor kezdődik. Hány gyereked lesz? Ma reggel 20-nak kellene lennie. Hát összesen 180 jár iskolában. Nem leszek otthon, tudom, egyik tábor követi a másikat, meg ide-oda, úgyhogy nem vagyok biztos benne, hogy hát, sikerül ez. Miközben számtalan ember foglalkozik azzal, hogy hogyan tűnik el ez a kultúra, senki sem foglalkozik azzal, hogy hogyan lehetne ezt a kultúrát valahogy a következő nemzedékeknek még átmenteni. Hát ha nem is folklórral, meg minden egyébbel, hanem legalább a nyelvet, legalább azt a gyökeret, ami köti ezeket a gyerekeket ahhoz a kultúrához, ami a nagyanyjuké volt. És akkor így kezdődött el, elkezdtünk Klézsén tanítani, ketten, és akkor én nagyon hamar rájöttem arra, hogy ez édes kevés, mert itt nagyon sok olyan falu van, ahol ugyanazt lehetne csinálni, amit mi Klézsén. Én egyébként nem vagyok moldvai származáson, hanem szomszédos megyéből, Székelyföldről származom, és hát én néprajzot végeztem. Jó régvelt! Jaj, kifelé nyílik a kertek kapuja. Azért jövök, nézze meg, hogy akkor tanácsoljuk meg itt a paracsak, kell előtt bontom fel, csánom ki, mert nem kaptam hon, mert mind oda voltak a mezőre, mikor délkor jövök. Mondta Teréz, és akkor azért hozom, hogy akkor békéne menni Felicsivel valamelyik nap. Ne látja, hogy itt van, a pasaportra a pénzt, azt olvassa meg, és arra meg kell szemnálni, hogy nézze meg ezt a helyet, hoppá. Jó? Hol? Csak ki kell találjam, hogy hol. Ne, hol van. Hol szemnálja meg? Ha ide teszem a térgémre, akkor itt legyen olyan szíves, ne itt, ne em. Hol? Valahol, nem tudom, hogy hol, de itt írjon oda egy szemlet urat, ne térgyemen majd elintézi oda-oda. Azt is meg kell szemnálják, hogy velem eljöhetnek táborába, érti-e? De ezt megtudjuk még a héten, mert még nem kaptam, az Kriszórit, még nem szigor az a tábor, amelyikről szó van, jó? Jó régvelt adjon Isten, hanem meg lesz a pasaportja, és mikor tudjuk, visszük. Jó? Na, és ne haragudjon, hogy... Nem. Megzavartam, de tudtam, hogy máskor nem kapjuk meg. Szólunk majd, jó jem. Jó, akkor maradjanak békében. Na, és most ezt való zsebre kéne várni. Bősz, a rokonja fel. Aha, mert ti nem sáros helyen jártok, mi? Ne, hadd látni. Ki ne menjél, Krisztián, hova indulsz? Mindig valamiféle szervezésben vagyunk, így vagy úgy, vagy útlevelet csináltatunk, vagy táborba készülünk, vagy éppen tánc meghívás van valamelyre, és egyre több a gyerek. Jó reggelt, Luca! Úgy ezt letörölheted, és írhatod, vagy nem kell írni, de adhatom a maximum. Rendetlenség van ma megint. Zsíp-zsup. Zsítség. Petrezsány. Bableves. Leves. Csipinskus. Mondjad. Sor. Kitalált a sor. Somos babot ettetek-e ma?
Vannak sok emberek, melyikek magyarul beszélnek. Csangó. Állítólag a Csangó népnevet azt a székelyek ragasztották mindazokra a csoportokra, amelyek a székelységből kiszakadva valamilyen irányba elindultak. A szónak pedig az a jelentése, ez egy székely regionalizmus, hogy elcsángál, van egy ilyen ige, tehát kiszakad a nyájból, keverik a dolgokat az emberek, hogy a gyímes az ugyanaz lenne, mint a moldvai csángók, de hát nem kell őket összetéveszteni. Jöttek valakinek a vizéből, hogy mondják, a Transzilvániából, jöttek a emberek bére. És itt megálltok ebben a helyben, és akkor itt az, hol azt mondták, csángók neki. És az a nev, erély felé menne a csángó. Itt mondták Moldova, vagy ilyen pár ember. Mikor a falu megkezdődött, hamarabb 50 família, 50 gazda volt. Ha. De ez a volt az, azért 500, nyolcan voltam, akkor volt ez. Csángók vagyunk. Így kaptuk a Rezbunáinktól, így van. Így mi menünk. Az, hogy csángó? Mi az, hogy csángó? Tóth katolics, Ramon katolik, de Korbi Masa... Igen, tehát ez az a vallási identitás, ami egy nagyon kemény lokalizmussal, tehát egy ilyen a falum környéke, a közösségem, ezek a lényeges dolgok benne. A család például sokkal erősebb, mint nálunk. És az igaz, hogy nincs esélye annak, akinek nincs egy kemény öndefiníciója ebbe a kinyíló, globalizálódó világban, de éppen ez az, hogy nekik van. Csak hogy az más, mint a miénk. Egy más fajta, más struktúrájú identitása volt. Magyarunk ilyenne. Csángó magyarok. Ha. Magyarul beszélnek? Itt mindig beszélgetünk, csak nem értjük a... Hát nem vagyunk korrekt magyarok, de azért meg lehet értekezni. Ez egy magyar grammatika szerint szerveződő nyelv, de olyan, amelyiken nem ment végig a nyelvújítás. Kazinciék óta, ami új szó került be a magyar nyelvbe, technikai vívmányoktól kezdve a különböző belső fejlődéssel létrejött szavakig, semmi nem került belé, éppen azért, mert nem volt magyar nyelvű értelmisége, és emiatt a mai csángó szókincsnek 14%-a románból átvett szavak, mert hát ha megjelent a vonat, ugye a szeret mentén robogott, akkor azt valahogy meg kellett azért mégiscsak nevezni, hogyha ezt a magyarok elfelejtették közölni a csángókkal, hogy azt márpedig mi mostantól vonatnak szándékozunk nyilvánítani, akkor ők ezt meg kellett nevezzék, és a vonatnak így a románból átvett, románul úgy van, hogy tren, a csángók már trinnek hívják, és ha beteszik egy magyar mondatba, akkor lesz belőle trinvel, trinnek, és lehet ezt gyönyörű szépen toldalékolni. A háború után, mikor a háború átült, akkor hoztak ott magyar tanítók a faluba. És a gyereket tanítottak magyarul lesz, orvosul lesz, románul lesz. És egyes adottak a gyerek. És akkor elhagyották őket, hogy menjenek a magyarok, mert látom a gyereket. Sem olaszul, sem románul, sem magyarul nem tanultak. A három nyelvet nem tudtak itt a munkában. És akkor a negyedik osztálytól felfelé kezdtünk beszélni román. Addig beszélgettünk magyarul köztünk. Az iskolában mentem el, és mondott a tanító nekem, kultetjám a mai románus. Én mondtam, kultetjám a mai. Ha nem tudtam a beszédet, az ott ilyen a negyedik osztályt, öttől felfelé osztályt, mentünk elébe. Szóval egy egymással hogy beszélnek? Magyarul beszélgetünk, mindenki, magyarul beszélgetünk, de a misén, a templomban, nem beszélgetünk, csak románul. De mikor kijöttünk, mindenki az ő nyelvén beszélgetünk, mert hát ugye azt tanultuk. Az ifjúság nem, az ilyen gyermekek, azok nem beszélgetnek, azok románul beszélgetnek. A románok szemszögéből a legelterjedtebb, hát sajnos nem tudományos nézet, az, hogy ez egy madárnyelv, meg ez egy hasznavehetetlen nyelv, ez egy olyan ócska kommunikációra alkalmatlan, régi, rossz nyelv, ami a magyar és a román keveredéséből jött létre, de hogy inkább román. Az egyház ugye az nem, hogy nem használja, hanem
keményen tiltakozik ellene. Az iskola az csak a mi próbálkozásaink által a legutóbbi időben engedett egy kicsit ebből az egészből. Tehát a családba. A családba, és hát a rokonsági körbe, a faluba szorult vissza az intim szféra nyelvelet, de ott is csak úgy, hogy az idősebb generációké. Imádkozni, magyarul imádkozik, vagy román? Román. A magyarul ezt tudtam, úgy tudtam az egész imádságot, higgyék meg a lelkükről, hogy most elfelejtettem. Csak a Vizelégy Máriát, a Tátajlanosot, a mi atyánkot, hogy mondják, annyit tudok. Egyébként nem tudok semmit. Elfelejtettem, menekültem, amikor mentünk gyónni, és tudtuk a teremelzármesség, de most már nem tudom, elfelejtettem. Mert hát ugye, hogy átültek az esztemesség, és most csak így beszélgetünk románul, miség, hogy vannak románul, és akkor nincs mit csinálni. Erről. Akkor, mikor kicskecske voltam, akkor sem voltam, nem volt románul a prédikák, rám latinul. Latin miség voltak. Igen, de hát most így van. Most románul imádkozunk többet. Jó nő is románul? Hát nincsenek ezt tisztelendő rokonok, melyik tudjanak magyarul. Vagy az ilyen, melyik itt köztünk valók, és most azok is mind románul beszélgetek, mert hát, vizétek, lementek az iskolába, a román iskolá, ugye románul tanultak, és akkor azt beszélik, azt a nyelvet beszélik. És akkor ez van. A papság hallgatólagosan meggyontatja, tehát, hogy elmondhatja magyarul a maga kis baját, és utána a pap viszont makacsul románul feloldozza. Az öregséges állat, és a betegséges megvan. Hát egyik a más, a testvérek. Az öregség betegség van. Még... Mi nem hiszünk magunknak, kéne dolgozni. Hát mondják valamit jó fejnép, hát ha esünk kell munkálni, ugye bár. Nincs egészség. Mi baj? Ó, beteg vagyok, hogy... Na, mi fáj? Nagy a tenszionyám. Mi? Tenszionyám. Vérnyomás, ajaj. Á. Menjünk, mikor nem a full, elgyütt. Jó, minden jó. Ó, én... Férjem meg volt. Ő volt 39-70-es, én 36. Elmaradtam egy gyerekbe. Legnagyobb volt 11 esztendős, a legkicsikébb esztendős 2 hónap. És kollektív. Nem volt egy málira lisztem is. Annyit húztam, hogy fizetett le minden nyámon. És akkor mamamot elhoztam, édesanyámat ide, hogy ugyan a gyermekét lesz. Lebetegedett, megparalizálódott. 7 évet ült az ágyba. Kellett húzzam fel, nem tudott fekvár felülni, segre is. Annyit húztam 7 napjában, nem ezt gondoltam, nem megértem 76 esztendőbe benne. Napon kell kénylóni, de most ez a betegség nem jó. Erős nem jó a betegség. Adi volt a izé. Az a szoborról mik akartuk, hogy csináljuk. Én a feleségemmel akartuk, hogy csináljuk ide. Mário Magdónának. És csak tartozik a folyék. Folyosság. Az én pénzemből fizettem, és full mik szándék. Mik szándékunkra, minket. Mennyit kellett fizetni? Adtunk 10 millió. A Maria Magdalena és patrona szátuli, szátvácsesztája, a partini patrona Maria Magdalena. După ce am spus aici, aș v-a ajutat într-un fel. Păi noi sperăm că ne ajută, după atâta, deci... De-abia avem un an. Nu, dar sperăm că ne ajută, că totuși ea mijlocește pentru noi, se roagă pentru noi și
nici calamitățile naturii nu ne atacă, sperăm că ne ajută, într-un fel. Unde spuneți că lucrați? La CPL Cleja, la o firmă franceză. Și mergeți, ziceați că mergeți? Da, merg pe jos seara dimineața, 5 km până la șosea, dar de acolo mai este încă 2 km, 7 km până la firmă. 5.500.000. Cu tot cu bonuri, când dă și bonuri de masă și astea salarii. Számításaink szerint kb. 50 olyan falu van még a Kárpátoktól keletre, ahol még a gyerekek valamilyen szinten tudnak vagy értenek magyarul. Ez kb. 9-10 ezer gyereket jelent. És ez, én azt gondolom, hogy még mindig egy nagyon-nagyon jelentős szám. Megvan? Na, mocska! Írhatod. Mocs. Csöbetűt hogy írjuk le? Igen. Mocska. Nagyon ügyes vagy, Jolanda. Na, Lucsiko, találtál így szót? Na, gondolkodjatok. Külsőre Kecsinbe kikerültem, mint óvónő 91-ben. Ugye román óvodába kerültem ki, és tanítottam 7 évig. Kevés gyerek volt az, aki románul tudott. Emlékszem, hogy nem tudták mondani azt, hogy vécére kell menni, vagy vizet akarnak inni. Ezt mind magyarul mondták, és ugye szerencsém volt, mert én, mivel hogy értettem magyarul, ezt meg tudtuk oldani, de más tanítónénik, elsős, például elsős gyerekeknek a tanítónék mindig kérdeztek, mert nem tudták, hogy mit kérnek a gyerekek, vagy mit akarnak mondani. Én Csángó. Igen. Azt mondtuk, hogy mamátok, mikor megy a mezőre, visz vele... Kapalt visz, ugye? Megy kapalni, visz kapalt. Abba van kábetű, azt leírtuk. Viszont tátátok, mikor megy a mezőre, mit visz vele? Ugyanúgy kábetűvel kezdődik. Mamátok nem dolgozik vele, csak tátát dolgozik. Biztos, otthon. Elmegy a mezőre nyáron, mikor nagy meleg van. Megnőtt a fű, a gyep nagyot, magasat, mit kell csinálni neki? Nagy dudónak, nagy gyepnek mit csinálunk? Kosza. Tudjátok mi az a kosza? Tátátok szokott menni kaszálni? Igen. Nagyon jó. Na, ki írja le táblára kosza? 2000-ben Hegyeli Attila megkérdezett, hogy nem tartanék-e foglalkozásokat a gyerekeknek iskolán kívül. Mondtam, hogy igen, megpróbálom, meg is próbáltam. Közben megtanultam írni, olvasni magyarul, mert én mindent románul végeztem el, Bákóban. Beszéltem, csak ugye nem írtam, nem olvastam, nem tudtam. Ahhoz a szülők ragaszkodnak, hogy az elsődleges nyelve a gyereknek azért legyen a román. Tehát ezért van az például, hogy a Csángó falvakban nem kérték 90 után a teljes körű magyar oktatást. Tehát nem kérték azt, hogy az iskola nyelve az magyar legyen. Azt viszont igen, hogy a román tannyelvi iskolában legyenek magyar órák. Tehát, hogy a gyerek azért tanuljon meg magyarul. De azt a magyar tanítsuk, ami az a magyar, amit Magyarországon beszélnek. Igaz magyar, ahogy ők mondják. Kolozsváron végeztem a Bábesbolyain biológia kémiát. És továbbtán biológiát tanítottam, és azután jöttem ide. Meg kell kapni az első betűt, és kapjuk egy-egy városnak, vagy valaminek a nevét fogjuk kapni. Balaton. Na várjál, be is kell írni. Tudjad szépen be. Balaton. Köszönöm, hogy megtaláltad a
szűzmarja meghúlt, sáltamatték, és aztán amikor megnézték ott a gödörbe, akkor csak virágot koptok. Fel volt testestől, mert van mennyi. Hát azt mondja, mondjátok egy urusalgos, azt mondta, hogy a szűzmarja legyen urusalgos. Se főztek feredőt, mossák már, ott abból főztek. És segített? Ha abból tettek virágot, megfőzték. Háromszor főztem az asztendivén. És milyen betegségre használ? Mindentől használ, mindentől. Az egészség van, utána. Tehát egy jartott. Csíksomjának jartom. Búcsorok. Ott voltam el. Ma hogyan sokkal? Ma jó. De mind? Két apusra nem etek, akkor jó az ott panik. Deci sunt niște oameni foarte buni, credincioși, dar deosebit de săraci, ca nivel de trai. Poate sunt din dieceză printre parohiile cele mai săraci, pentru că oamenii n-au viitor aici, lucrează doar pământul, animalele și eventual un porc, câteva găini acolo. Și în rest, majoritatea afară la muncă. Femeia e casnică, iar bărbații sau tinerii de obicei sunt plecați în afară. Dar au o bunătate naturală, ca toți românii noștri, de fapt. Însă, ies în evidență ca și trăsătură, în comparație cu alte sate, prin blândețea lor. Deci nu sunt niște oameni violenți. Hatalak, ja. Hát, még egy ilyen múl, mi volt Aha. István és azért nem engedtem el most este. Ja, mert hogy? Van dolog is. Kapal. És mi van, szőlő van? Terebúza. Gite. Gite. Igen. És a férje? Temesváron dolgozik. És mit csinál? A könyvvességnél. Aha. És mióta van? Van már 3 éve. És mennyi időnként jön haza? Minden 6 hétre. Most a hétvégén szombaton kell jön. Szombaton jön, vasárnap megy vissza? Szombaton jön, és ül egy hetet itton. Ja, hogy egy hétre hazajön, aha, mi akkor? És mekkora sörgyük van? Össze-vissza egy 1,5 hektár. És azt hárman művelik? Ketten. Most egyelőre, aztán jövő héten itton lesz a férjem, és akkor ő is fog kapalni. Egy hetet befog ő is. És nehezen élnek meg, vagy végül is megvannak? Nem lehet mondjuk, hogy ebb olyan nehezen is. Mert ha mondjuk, hogy az Isten megvan, hogy erős nehezen, akkor a törőbúza van a kaszba, akkor azt nem lehet mondani, nehezen élünk. Önellátóak úgy máskülönben, tehát nagyon kevés dolgot kell megvegyenek a pénzen, de nem is nagyon van pénzük. Nem is lenne, miből megvegyek. Találkozunk olyan gyerekekkel, ahol kiderül, hogy a családban hónapok óta nem volt pénz. Vagy az a minimális gyerekpénz, amiből szinte semmit nem lehet venni. A tudása az még mindig megvan, hogy lehet pénz nélkül megélni, de az igény a pénzre viszont már 60 éve létezik ezekbe a közösségekben. Hány gyerek van összesen? 5. 5. Van egy nagy fiú? Igen. Ő mit csinál? Ő munka alatt, mint csak most itt. Ér. Nem, már magyarban. Magyarban is. És ő ott mind dolgozik? Hát most mind csak
Mesinon is dolgozik, és az édesapja oda vitte, ahol dolgozott. Uh-huh. Uh-huh. Ja, ahol ő dolgozott. Igen, oda vitte ezt. Uh-huh. Hány éves vagy? 18. 18? Igen. És mit csinálsz? Kopál. Kapálsz? Igen. De végeztél valami iskolát? Igen. Varnok, mesin van. Igen? Igen. Varrónő? Varrónő. És nincs munka a varrónőnek? Nincs. De lenne, de... Nem akarsz? Kicsi pénzit, nem. Kicsit fizetnek. Mennyit fizet? 3 millió zsobból egyék, sűljön a gazdába. Nem. Nem érdemli. A múltkor honnan telefonált az a fiú? Mikor itt voltunk? Aj, Oroszországban. Oroszországban van? Igen. Itáliában. Ja, Itáliában. Itáliában. És mióta van ott? A 2 hónap. 2 hónapja van most. És ő a barátod? Igen. Itteni fiú? Sejes fiú? Fiú? Jó. És mit csinálod? Mit dolgozik Itáliában? Nem tudom azt még. Nem kértem. Te jó tanuló vagy? Nem? Nem arrész jó. Miska, mióta dolgozott Magyarországon? Neki sok ideje, hogy dolgozik. 10 éves. Tehát 10 év vagy. És ő valami speciális munkát csinált? Én nem tudom azt megmondani, hogy mi nem mondja, inkább tudja, én nem tudom, hogy mondjak. De azt mondta, hogy Igen, ők fúrnak, s mesinon, kamionon dolgozik. Hogy volt ez a baleset? Hogy volt nehézsége kezükbe, és meg sikerült sokkor. Hogy ne törjék el a lábik, kísérjük a láb, és akkor azután itt kínódik. És ott Magyarországon nem vitték el orvoshoz? Nem volt rendesen bejelentve, igaz? Nem fizették a... Gondolom, hogy nem fizették az orvoshoz. Jaj. És akkor most végre eljutott egy jó orvoshoz, vagy most mi a helyzet? Nem tudom. Azért az nem könnyű, hát 10 évig egyedül vitted a házat, nem? Igen. Azt hogy van? Én nem érzem magamat rosszul. Nem? Van pénz, akkor nekünk jó. Te, és akkor van a föld, és lényegében ebből éltek. Ebből? Mit csinálunk? De megvagytok, nem? Meg vagyunk, hál' Istennek. Szóval, kijöttök ebből? Megértek belőle? Nem. Nem dolgozik, akkor nem élünk meg ebből. Azért van ez a hihetetlen exódus a nyugat-európai államok felé, hogy Olaszországba 10 000-ével vannak csángók, és Spanyolországban és Magyarországon is nagyon-nagyon sokan, mert hogy pénzért, annak semmi más értelme nincsen a pénz. Én kisgyerek voltam, szegény voltam, és dolgoztam, mikor ilyen 14 éves voltam, ilyen birkák vigyázni. Most több mint nehéz. El voltam indulni 4 éve, őt nem láttam, 4 évet keresztül nem láttam őt. Csak úgy beszélgetünk, csak fényképeket láttam. Aztán Isten segít a viszonyt. Mert volt egy kis probléma nekem, hogy nem voltam a papírokat át. A papír nélkül az nehéz dolog volt visszatérni. Én találtam most még 2 éve van. Jó vagyok, jó keresem. Találtam jó emberek. Papírokat intéztem most már jó. És most hol dolgozik? Rómában 60 kilométer fölfele. Uh-huh. És mit dolgozik? Ács munkavégez. Építkezik. És mennyit lehet keresni? 60 eurót keresem most, naponta. Azért? Látva, ki van ki keresni, 40, 50, 30. Azzal milyen szok munka csinál. Ha szok munkához jó fizetnek, mert jó fizetnek. Úgy kezdtük, hogy ketten vállaltuk, de az egészet azt a ketten megyünk tovább. Nem akarunk semmilyen társat, mert a társak csak rosszat tudnak okozni, jót nem. Azt már a világon megláttuk.
építkezésről építkezésre mentünk, találkoztunk rendesebb emberekkel, beszélgetni tudtuk, megkérdeztük, hogy az átutasítottuk, beszéljetek ebben, beszélj a másikon. És mi volt a legrosszabb ott kint? Mi lehetett? Az, hogy a nyelvet meg kellett túl gyorsan meg kellett tanulni, mert hogyha nem tudsz beszélni, akkor senki se bizitál. És a másik, hogy az olasz haverokat szedni össze, nem a többi külföldi. Hát a többi külföldi azt próbálta, hogy mindig többet lehúzzon rólad, amennyit megkaptál volna simán. Veletek az elején történt ilyen? Velünk nem. Nem történt ilyen velünk, egy másik történt. Na. Az, hogy meg nem kaptuk a pénzüket, már a szemet, amire szemet. És mennyi időt nem fizettek ki? Pár hónapot, az vagy hat. De azért volt azok között is, aki segíteni akar. Hát, hogyha senki nem segít meg, akkor nincs hátra másik, csak egy nagy következően nyugodra aztán óriál be a vízbe. Az idegeidvel játszol. Tehát játszanak, nem, hogy te saját magad játszol. Most már nyugodtabbak vagyunk szerintem. Pár évig még így menem. Legalábbis én remélem, hogy egy olyan 10-15 évet még, hogyha az Isten egészséget ad, akkor megyek tovább. 5 gyerek van? Meg és az abból a lánya van itthon? 3 mondjam van Magyarország. Péter, Lenz, Spál, legkisebb. 18 éves a legkisebb. És már kim van? Igen, dolgozik. De hiányzik, látom, ugye nem örülnek. Mindnek ürül. Hogy nincsenek honnan gyerekek, azért neki fáj, biztos. És most mennyi ideig van itthon? Mondtam mindegy, hát 10 nap, 12 nap. És megy vissza? Vissza kéne menni. Hát nincs más választás, ez a baj. Szeretni mit van, maradni legyen, mi kéne, hát nincs. Így nem lehet keresni semmi. Szeretitek ezt a falut? Hát, itt szültek, itt szeres. Anyámnál, apámnál, itt a legényesebb. Na mit szeret abban a faluban? Szeretem a lávegőt és az árdét, mikor lát. Le akarom venni tátüt. Aztán mitől még felemelem 2-3 sort olyan. Más képes lesz, más valahogy nem úgy, mint ő, csak körülbelül. Aztán mit tudom én? Hát meg akarom csinálni minden, fürdőszoba legyen rendesen, mert pénz lenne, megcsinálom sok mindenit, csak pénz lenne. Tudom egy kis pénzt csinálni, akkor hoznám őket. Utána mit tudja, mi lesz, ha lesz. De hogy ne kelljenek, ez is legyen. Szilvi, te Pesten tanultál, ugye? Igen. Magyar-román szakos a Bölcsész Karonna az 5-ös Loránd Egyetemen. Itt szoktatok kávézni? Itt szoktunk, ennyi is mostanában, mert ez a legnagyobb asztalunk, és ilyenkor nyáron nagyon kellemes itt. Igen. Nehéz volt rászoktatni a szülőket, hogy jöjjenek ki, de mondták, hogy a következő lépés, hogy ki kell menjünk az utcára. De, mert ugye minden hátul, tehát az étkezés, meg ezek hátul történnek, nem a világ szeme láttára. De mi megszokták, most nagyon szeretik ők is. Mennyit változtattál rajtuk, Szilvi? Nem tudom, de engedtek ők is. Sokat. Ugye mi azt próbáljuk, hogy bizonyos értékeket próbáljunk átmenteni ebbe a modern világban, mert nagyon sok esetben, tehát látom én is a faluban, a szülők erről már lemondtak. Tehát beletörődtek abba, hogy gyakorlatilag nem bizonyos dolgokban már nem tudnak tanácsot adni a gyermekeiknek. Mert nem tudnak segíteni a megélésben, nem tudnak segíteni a munkaszerzésben, nem tudnak segíteni a tanulásukban. Ebbe belenyugodtak. Viszont látom, főleg a fiatalokon, akik messze elkerültek
a szülőfalujuktól, tehát látják, hogy mennyire nagy a világ, hogy mennyire uniformizálódik az élet, és bennük kezd kialakulni az az igény, hogy jó, persze, mindenhol egyforma uniformizálódunk, de mégis szükség van valamire, ami minket megkülönböztet. Tehát szükség van arra a kicsi közösségre, amelyikbe tudunk majd élni. Szóval? Aha. Hát az elejétől kezdve. És hát még minden munka alatt van. Hát minden. Köszönjük. Elhattam Lengyelországon 91-ben, és akkor onnan hoztam azokat a kis szobrokat. Uh-huh. Hány éves szintén? 36. És hány éve van Magyarországon? 91 óta. Ácsként dolgozom. És rendes alkalmazásban van? Igen. Uh-huh. Mennyit tud megkeresni, ha szabad megkérdezni? Változom. És gondolja, hogy még jár ki még a hosszabb ideig? Nem tudom. Hogy tervezi az életet, Szilveszter? Hát, nem tudom én sem. Nem szoktam soha tervezni, még azt se tervezem, hogy mikor megyek. Lehet most beszélgetünk, de lehet, hogy hónap reggel már nem találkozunk. Hát soha, mert ha valamit tervezek, akkor biztos, hogy nem tudom végigvinni. Mi? Valahogy nem jön össze. Azt is terveztem, hogy fürdőszobát elkészítem estére. Azt mondtam, hogy elkészít, de nem készítem. Mert nem szoktam tervezni soha. Magyarul beszélnek, vagy románul? Románul. Hát köztünk magyarul, de elvellik románul beszélünk. De maga nagyon rossz, köszönöm azt, hogy magyarul. TV-ből újságot olvasok. Melyiket olvasok? Linket olvasom minden nap. Kedvenc újságot. Csak. Milyen ott magának? Yes. Nem volt könnyű azért, amíg beilleszkedtem, ugye, hogy vagyok most. Segédmunkásként kezdtem, amikor mezőn is aludtam a szolmába, vagy a szénába. Sose gondoltak arra, hogy, hogy ott maradjon Magyarországon? Hát itt jó az élet azért, aki meg tudja élni, aki itt az élet. Miért? Mit szeretem? Mindent. A természetet például. Ugye vendégmunkásként kerülnek Magyarországra csángók, és hát éppen azokat a szavakat használják, és azt a nyelvváltozatot találja legelőször maga előtt a csángó, amelyik számára legkevésbé ismert. Tehát, hogy nem úgy jönnek haza Magyarországról, hogy megerősödnének abban a tudatban, hogy hát mi is magyarul beszélünk, hanem úgy jönnek haza, hogy még jobban össze vannak ebben a kérdésben zavarodva, románságukban is megerősödve, és nyelvileg is távolabb kerülve jönnek haza. Mindig románnak vallottam magamhoz készet, de ez egyértelmű. Ez egy csángó, vagy mit tudom, honnan jön ez a izén, nem. Különösen nem érdekel, hogy ez nagyon. Mert akár tetszik bárkinek, vagy nem tetszik. Romániába élek, román vagyok. Egyértelmű, a gyerekeket is úgy tanítom. Mert azután megtanulnak magyarul, az arra nem kell tanítnom. Mert attól például az idősebbéket, az jobban tudnak a magyarul, csak nem beszélik. Ez egyértelmű, mert elég nehéz volt, mikor én is elmentem tovább tanulni, akkor kiszolgáltam mindent, akkor
minden román kiröhögött, hogy nem tudtam megszólalni rendesen románul, mert hát itthon így beszéltek, ahogy beszélnek. És ugye én nem akarom ezt elérni a gyerekeimmel, hogy valaki kiröhögje a markába valahol. Hát én is elég jól tudok románul, és azt szeretném a gyerekeimnek is, hogy románul tanuljanak. Nem fogunk itt a faluban elrohadni, de hát a gyerekek mennie kell, tovább tanulnak, és hát ha nem tud románul, akkor mit tud tanulni? Amióta a faluból kilépve keressük a kenyeret, azóta ennek a nyelvnek nincsen haszna, mert nincs egyetlen szintér se, ahol ezt a nyelvet használnák a Kárpátoktól keletre, tehát magyarán nincs értelme. Na most, hogyha nincs értelme, akkor mi tarthatna meg egy nyelvet? Egyedül az érzelmi kötődés tarthatná meg a nyelvet. De a nyelvhez való érzelmi kötődésünk, nekünk, kárpát-medencei magyaroknak is egyébként, csak a reformkor után Petőfiékkel kezdett érzelmivé válni, hogy úgy mondjam, az eszközből lett a nemzet szimbólum körének az egyik eleme, és az a mondat, hogy nyelvében él a nemzet, ez gyakorlatilag egy újdonság, hogy úgy mondjam. Most erre a mondatra megint elfelejtettük megtanítani a csángókat az elmúlt 200-300 évben, és itt meg eszközként maradt meg a nyelv. Nem csak a magyar, a román is egyébként. És hogyha van két kanalam, egy rozsdás, meg egy gyönyörű szép inox, akkor értelemszerűen azt az eszközt, azt a kanalat fogom választani, amelyik nem sérti a nyelvemet. Școlar 20-30%, dacă termină clasa 8-a, să zicem din 15 copii câți am pe an aici, 6-7 dacă termină 8-a, restul abandonează. Și dacă termină 8-a, câți mai fac liceu? 1 sau 2 din ei, sau poate nici atâți. Atunci, în fața situației astea, cu părinții să găsim o soluție. Și părintele, și învățătorii, și ăsta, hai să încercăm să-i trimitem la școală. Copiii se duc până la intersecția, acolo la Liciuica, unde a fost noi cu procesiunea, mai au o mingi cu ei, bat mingea două-trei ori, vin la părinți acasă, spun că au fost la școală. Az van, hogy a kevert nyelvűség, ami gyakorlatilag volt az elmúlt 20-25 évben, az emberi logikára is kihatással van. Tehát nem véletlen, hogy a csángó falvakban a gyerekek matematikából zsinórban buknak. Tehát képtelenek vizsgázni matematikából, mivel a nyelvi struktúrák visszahatással vannak a logikai gondolkodásra. Olvasd ki bátran! Udvarhely. És akkor mi lesz az első betű? Hogy? Ez, igen. Székely, Udvarhely. Azt tudjátok-e, melyik város az? Románul, hogy mondják, tudjátok-e? Udvarhely. Hallották? Igen. Székely, Udvarhely. Utána? Bukarest. Bukarest. Milyen kőbetűt írtál te oda? C. Magyar kő. Magyar. Kolozsvár. Egy román tanár kollégám mondta, hogy érdekes, hogy azok a gyerekek, akik magához járnak magyar órára, már elleneztem az elején,
Most románul is jobban tudnak. Mert hát persze, hogy jobban tudnak, mivel hogy a kicsi fejében elválik, és az, ami számunkra evidencia, hogy hol ér véget az egyik nyelv, és hol kezdődik a másik, amit a nyelvészet úgy hív, hogy kódváltás. Ez azzal, hogy tanítjuk mindkettőt, ez azzal szépen letisztul. A szülők, így amikor az úton beszélgettünk, mindegyik azt mondta, hogy tanítsam meg a gyermekeket imádkozni magyarul, mert hogy szoktak eljárni Csíksomlyóra és a búcsúra, vagy, és hogy milyen szép volt, de nem tudtak imádkozni a többiekkel. Amikor a prédikáció van a templomban, akkor nem sok, vannak olyan fennszavak, mit nem értenek meg, de nagy rész megérti. De azt is mondják sokszor, hogyha magyarul lenne mise, azt se értenék. Nem egészen értenék meg. De mondják az öregebb emberek, hogy itt magyarul nem mondtok soha misét. Latinul volt, latin után román. Ez a nagy magyar nemzet, ez egy német modellre konstruált nemzetfogalom, ami azt mondja, hogy a nemzet az a kultúrnemzet, amelyik a nyelv és a kultúra által van egy keretbe. A csángók esetében ők erről a történetről nem tudtak, mert hát ők korábban eljöttek, és megmaradtak az előtte levő identitás tudattal, ami a legfontosabb dolgot, amikor azt kérdezik tőled, hogy mi az, amit a legfontosabbat magadról, a közösségedről elmondanál, a legfontosabb az a vallás. Bocsáss meg, ó nagy Isten, a mi vétkezésünket, győzelemünk, énekeljen. Ez egy ilyen középkorias típusú vallásosság, hogy ez hogy élt túl a 20. századot a kommunizmussal, meg mindennel együtt. Jó részt az elzártsága az oka a dolognak, és a vallás megmaradása, a katolicizmus mentette meg a nyelvet. Én az Úr szoka alul anyja vagyok, legyen nekem a teljé vízzel.
mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünkön. És a fiát festére, és közöttünk nagyon mélyen hívők az emberek. Igen. Itt reggel este mennek misére. Minden nap. Minden nap. Annyira el voltak hagyatva, senki se segített rajtuk. Itt is mindig igyekeztek elnyomni őket, és akkor más reménységük nem volt. Csak az Isten. Az az igazság, hogy a pap egy faluba, itt egy csángó faluba, ez minden. Polgármester, rendőr, minden. Hogyha valami bajuk van az embereknek, először a paphoz mennek. Megkérdezik, hogy mit kellene csinálni, vagy egy tanácsot kérnek tőle. Sokszor elmondja a pap, hogy nem tartják be a szabályokat, azokat a szabályokat, mik vannak, akkor nem temet, nem keresztel, nem eskit annak a családnak, vagy s ugye ettől az emberek félnek. Ezeknek a papoknak az istene, ha lehet így fogalmazni, az egy elsősorban büntető isten. Tehát nem az, aki segít, hanem az, aki figyel, és ha tévedsz, akkor keményen büntet. Most emiatt ez egy középkori dolog. Mert Nyugat-Európában, vagy akár a Kárpát-medencében ez már régen nem így van. Tehát ott inkább, hogy mondjam, barátomat keresem. Itt iszonyú kemény dorgálások vannak a miséken, és minél keményebb dorgálások vannak, annál többen vannak a miséken. Én úgy érzem, hogy a világi hatalmasságok azok azért ezzel az európai integrációs megfelelési kényszerrel együttvéve kicsit fogcsikorgatva, de elfogadták a dolgot. Úgy nem tetszik nekik ma se, de ha már van, akkor üsse a kő, mindegy legyen. Az egyházi hatalmasságok viszont nem tudták elfogadni. Ők olyannyira nem, hogy velük úgy érzem, hogy ahogy az évek telnek, egyre távolodunk. Tehát hallani nem akarnak erről a témáról. Ha betegek vagytok, nem Budapestről jön a mentő, értetek? Hallottam ilyen misét, ahol ez elhangzott. És azon kívül, hát vannak papok, akik tényleg mondták, ez nem csak mítosz, hogy ez az ördög nyelve.
Maga megtanult románul? Igen, az iskolában. Aha. De édesanyám nem tanította volna minket. Minket az iskolában tanultuk meg. És akkor a gyerekeket tanították románul? Aztán ők igen. Na de... gyerekeinket úgy tanítjuk románul, mert azt mondták obligátorra, úgy tanítsuk magyarul, valahol. És akkor nem is beszéltek a gyerekkel magyarul? A gyerekekkel nem. Csak mik az ember, azt ők mit fogtak. De a nagyon majd tud, ír mindent. Hány gyerek van? Három gyerek van. Három. És abból egy van most Magyarországon, egy meg Liechtensteinben. És egy van. És mindegyik jár magyar órára. Ha Attila jött be, a Varrika most kérték a népet, hogy akarnak, hogy legyen magyar óra, nem tudom mi. Melyikek akartak, melyikek nem akartak. Azt a tavaly melyikek nem akartak, ez idén akartak ők ez egészen. Nu sunt aici, nu. Nu. Deci lumea nu, nu ține cont. Sunt alții care vin din afară și care fac probleme. Noi, aici, între oameni, nu există diferența asta. Sau cel puțin este aplatizată. Nimeni nu insistă sau nu... Ei se simt de când să știu să simt români. Vorbesc limba asta care au moștenit-o din tată, un fiu sau ce-o fi, dar ca naționalitate, ca entitate, sunt o minoritate religioasă adevărat catolici, dar, din partea cealaltă, toți se simt români. Uităm la recensământ, nu s-o declară niciunul maghiar sau ceangău aici în sat. În alte sate au mai fost în veci, dar aici... Sokszor a román népszámláló, amikor megkérdezik a csángókat, hogy mi a nemzetiség, és azt mondja, hogy katolikus, akkor így néz, hogy az egy másik kérdés, néni. Tehát, hogy rossz a kérdés, mert hogy aztán főleg, amikor azt kérdezi a népszámlálási kérdőív, hogy egymás után van, egyszerűen kérdezi, hogy mi az állampolgárság, és utána, hogy mi a nemzetisége. Most az állampolgárság és nemzetiség közti különbséget meg végképp nem értik. Látván, hogy ők magyarul beszélnek nekünk, azonnal bekattan az újkori nemzettudatunk alapján, hogy hát ők akkor magyarok. Hát persze, hogy a mi szempontunkból magyarok, csak hogy éppen az ők tudatuk szerint ők egyszerűen csak magyarul beszélnek, amiből nem következik az, hogy ők magyarok lennének. És hát ezt, hogyha mi nem tudjuk felfogni, akkor én nekem meggyőződésem, hogy itt Csángóföldön mi magyarok többet fogunk ártani, mint használni, hogyha ilyen követelező hangon lépünk föl. A fost o problemă la un moment dat, a școală au cerut, sub impulsul celor din afară, au cerut limba maghiară în școală. Și am fost și eu la discuția, era chiar din trupul Domnului, o joi, după procesiune, ne-am dus la școală. Și cineva le-a dat de băut la creșmă și a început să cârâi la școală. Și atunci directorul le-a spus clar. Deocamdată nu s-a declarat nimeni cu cetățenii români, cu cetățenii maghiară în comuna Lăcăciuni, sau cu atât mai mult aici în Ciucani, pentru ca să vreți limba maternă în școală. Deci ei idei n-au cerut limba maghiară, ci au cerut limba maternă. Deci asta e clar că a venit din afară și nu era de aici de sat, că nimeni din sat nu știa ce e limba maternă, de unde să știe ei. S-o tătim micor tovărică vod, meg o corta guarnie, acolo mică domentim, s-o tătim, că tam ne zi încândat, hogy hitic și ne szóljak oda. Egy este volt egy az iskolásokat voltak, és akkor egy ember a faluból oda ment, azt mondta, hogy leírja, tette Riko gyerekeket, hogy tepjék le keresztet. Azt mondja Riko, hogy tegyem én, Rivo? Gyerket tepje le keresztet, amit a kereszt az én már emelnes volna. Azt mondja, én katolikus vagyok, mint tükes voltak. És akkor Riko Varcsok, mi fogod ma az asztalról akart ügyni? Gyerekek kiszöktek ez is az iskolából, annak ez az osztályból. Akkor édesanyám még élt. És akkor oda szektünk Varcsot adni, fogtunk fel, fejt oda leinnét Modika veris órán, mint csak, és aztán elment. Maga nem egy ijedős asszony. He? Nem ijed meg maga. Én megérdek, mert én oda elsütök, nem, hogy megérdek. Tűnj egy embert, ő meg kell érni, akkor mit csak. És tanuljanak ők, és maga legyen nekik jobb. Mikor jártunk táborba, sóba. Édesanyám nem hagyott ide, Romániában, nem, hogy mi más országokra menjünk. A paragongatott egy kicsit, és egy baromi, de aztán meg kellett szokni. Én
răsuflat și sperăm să fii bine, nu știu. În măsura în care cineva se simte maghiar, poate să înveți orice limbă, drepturile omului nu oprește nimeni. Așa că eu, din punctul ăsta de vedere, nu opresc pe nimeni. Cei care vin cu interesele astea aici, în loc să aplaneze, nu fac altceva decât să se exacerbeze, să adâncească conflictul care deja există. Ori dacă oamenii sunt lăsați să trăiască liniștiți, câștigă mai mult. Van egy fennálló rend, de ezzel a megnyílt világgal ez a rend megbomlik. Ha hozunk tanárokat ide minden faluban, ez magyar tanárokat, ez ráerősít erre a folyamatra, hogy ez a meglévő rend felbomlik, és valami új rendszer fog beállni, de nem ez a kiváltó oka, és ha mi nem jövünk, akkor is lezajlott volna ez a folyamat, csak akkor az történt volna, hogy egy akkulturációs folyamat lezajlik, kivetkőzés a kultúrából, a szó szoros értelmében is, katrincák viselet eldobálása és átállása farmernadrágra, a hagyományos csángó nyelv elhanyítása, mint rozsdás kanáltól való megszabadulás, jön helyette könyörtelenül a román nyelv, és nem marad meg, mint kiskapu, nem marad meg, mint másodlagos nyelv, sem a magyar nyelv. Az anyuka és Ungáriában van? Mamája is ott van. Tatája és mamája. Mit csinál a mama ott? Nem tudom, ott nincs ott dolgok. És mamája mikor jön haza? Nincs a karácsonyban. Úgy nem jön a Jó napot kívánok! Be szabad jönni? Milyen szépen énekel a néni! De nagyon szép! Le szabad-e fényképezni? Le szabad-e fényképezni? Mit főz? Pózan. Ja. Babot, ilyen zöld babot. Aha. Ha. Egyedül él? Egyedül vagyok. Egyedül. Megvan halva a férem. Ó. Meg. Szegény. Ott magamra. Leanyom vagyok, még állj a brászóról, még vigyázz ide, még. Ha. Tanult írási. Igen? Ha. Jó lány? Jó lány, jó lánya magának? Jó, hála Istennek, jó cinkám. Ha ne lenne itt így a csőgrizsál ingemet. Most is hozott lisztecskét, mert veszik. Ha. Addig el én dolgoztam, de most nem akuzált, hogy én dolgozzom, mert öreg vagyok. Még élek, nem polok meg. Még van egy fiam, el van Itáliában. Elházasodott egy leánykkal, vettem még sok ideje, de elhagytam a leányhoz. Menyecske elhagyta, elvődött a cigányok, a rossz, milyen kiáró. Nem tudom, hogy mondják maiknak. Értem én. Ha, félrejáró. Ha nem igaz. Nem igazam menem. Ha, vagyom két gyermeke, van egy leány, egy fia. Ha,
Én már pihú nagy, ja, nagy legi akarat nőtt, hogy nagy, mindez egy leanyacska akkora nagy. Kám, én nagy legi, szóval leanyacska és nagyacska. Tehát az anyjával ment. Az anyjával ment. Há, hogy kézem meg úgy szoktam. Fergelem fel. Aha. Valami almát belétettem megfőm, mert nem bírom rázni. Ja. Majd tanítókák? Nem. Majd tanítókák? Hát igen. Igen. Ne arra itt nálam ilyen. Szép. Meddig az én emberem élt, füzek voltak itt elé. Aztán arra kimondta, hogy na, hogy kivágjuk. Na, majd, mert ő elmenne egy felén, hogy kivágjuk. Maga hány éves? Én, ja. Hát igen. Hoho, én is erős nagy vagyok, öreg vagyok, gyertünk. Mámóka! Nem, úgy van még? 67 esztendés. Isten éltesse! Isten hallgassa meg magát. Fundenii de la Fundul Răcăciuni sunt ceva mai violenți și chiar să fie numiți. Este o carte a lui Părintele Dumitru Gabor, o istorie a catolicilor din Moldova, în care îi face picei din fundul Răcăciunii urmașii cuțitarilor și borfașilor din secolul XVI, care ieșeau la ei 85 și atacau lumea. Și nu este ceva care să le facă cinste la cei din fundul Răcăciunii. Nu, așa e. Nem, sokszor nem is akarok visszagondolni. Ez legyen olyan, mint nem is volt. A popunk Csángó pop, jó nagypataki, és ért, beszél magyarul. És hajlandó is. Hajlandó is, igen. Az utcán is, napközben. Gyerekekkel nem, de felnőttekkel magyarul beszél. Na, ez se gyakori. Ez se gyakori. Szerintem ez az egyetlen pap. Akkor kezdődött, amikor elkezdtük a zaláírásokat, ugye, hogy a magyar óra az iskolában legyen. Tehát a szülők kérték, hogy legyen. Igen, a szülők kérték, és akkor a tanfelügyelőségnél azt mondták, hogy ezek a kérések a közjegyző előtt kell készüljenek. És ugye ehhez el kellett menni Bakóba, egyik nap, egy csütörtöki napon fogadtunk egy mikrobuszt, felmentünk 11 szülővel, felmentünk Bakóba is, este mire visszajöttünk, már mindenki tudta, a pap is tudta, hogy el voltunk Bakóba, de nem, hogy magyar órát kértek meg ilyent, hanem azért, hogy elhojtsuk a papot. És akkor este a pap mondta a templomba, hogy vigyázzanak az emberek, mit írnak alá, milyen papírokat írnak alá, mert lehet, hogy később elviszik a gyerekeket, és ez így ez ennyi volt. Vasárnap három misén, mert három mise szokott lenni nálunk itt vasárnap, mind a három misén erről beszélt a pap, hogy halálos bűn, ha valaki elmegy magyar órára, hogy úgy mondta, hogy mától kezdve megtiltom, hogy a gyerekek menjenek magyar órára. És akkor, hogy az emberek eladják a gyerekeket, hogy eladják magyaroknak pénzért. És ugye akkor minden mise után az emberek gyűltek össze a templomnál, és erről beszéltek, hogy ingemet el kellene hajtani a faluból, mert ha én nem lettem volna, akkor ez nem jutottunk volna el idáig. Nagyon meg volt a kérdem, mert mondták, hogy ugye az utcára nem is lehetett kilépjenek, mert a szomszédok is köveket dobtak át az udvarára, hogy mondta, hogy neked kellett magyar pap, menj ki faluból. Meg ilyeneket mondtak. Úgy meg volt a kérdem, tényleg, nem tudom, olyan kellett menni, szólt már németibe táborba. 19 gyerekkel mentünk el, visszajöttünk, látták, hogy nem hagytunk ott egy gyereket se, hogy mindenki hazajött. Nem tudom, s így lassan elkezdtek jövögetni a gyerekek, és egyszer csak vége lett mindennek. Pap is megnyugodott. Igen. Aztán
Egy idő után még beszélgettem egyszer a poppal, és mondta, hogy az felfogotta nekem, hogy mától kezdve, ottól a naptól kezdve nem érdekli, hogy mi történik a gyerekek tanulásával, hogy ez a tanfelügyelőségnek a dolga, s ő nem foglalkozik ezzel, vagy nem fog szólani semmit, s ez így is történt. Azóta egy szót sem mond. Sfântului Mir? Credeți în Sfânta Biserică Catolică, în împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică? Cred. Repetați după mine. Aceasta este credința Bisericii. Nem fér a fejükbe, hogy ők annyi jót akartak. Ők elmondták az embereknek, hogy az magyar nyelv nem vezet sehova. Hogy nekünk, mint közösségnek, az a legjobb, ha minél hamarabb asszimilálódunk. És ők ezt tényleg hiszik is. Tehát nem valamiféle hihetetlen rossz indulat van bennük, hanem ők a hívek érdekében szeretnék azt, hogy megvédjék őket attól a sok-sok kellemetlenségtől, ami az Antonescu-tól kezdődően, ugye, amikor aki katolikus volt, azaz hát magyar, nem irathatott a nevére földet, és befejezve addig, hogy a kommunizmus idejében, mondjuk ha a katonaságba került egy csángó, akkor egy adott ponton azt mondták, hogy altisztig esetleg, tiszt már nem lehet csángó. Tehát, hogy egy csomó ilyen élmény van mögötte, és az egyház azt a döntést hozta, hogy ő a hívek érdekében az elrománosodás mellett dönt, és tesz is ezért. Az emberek folyamatosan azt érezték, hogy választás elé kerülnek. A kommunisták megengedték a magyar nyelvű oktatást, viszont minden erővel törekedtek arra, hogy elidegenítsék a papoktól.
És ezt a konfliktust az ember nem tudja vállalni, tehát nem tud ketté szakadni. Ez az 50-es évekre érvényes most még, tehát a mostani időkben. Ez a minta megmarad, mert valójában nem kéne konfliktus legyen, de mégis az egyház pozíciója az, tehát az egyház pozíciója, mivel nem enged egyáltalán, megint legalábbis az emberek úgy érzik, hogy megint választás elé kerülnek, és nem tudnak választani, nem szabad őket ilyen helyzetbe hozni. Nem tudom, szerintem csángónak lenni, vagy magyarnak lenni egy ilyen faluba, nagyon erősnek kell lenni tényleg, mert lehet, hogy most nem annyira kell félni, de még most is, azért még most is félnek az emberek. Mert vannak ilyenek, hogy ha nagy magyarnak vallod magadat itt a faluba, akkor elmensz a polgári mesterhivatalhoz, vagy egy rendőrhez, vagy bárhova egy kéréssel, és akkor visszautasítatják, megy Magyarországra, vagy ilyeneket mondanak ki. Azért mondom, hogy nagyon erősnek kell lenni. Nem tudom. Nem könnyű. Ha mi a gyermekkorunkban még a szüleink úgy éltek sok évig, évtizedekig, hogy ezt szégyelni kellett, titkolni kellett, akkor tehát ezen változtassunk. Tehát kerüljön a méltó helyére. Cikizik is az eredete miatt, mert hát annyira beolvadni és románná lenni nem lehet, hogy a románság azt ne vegye észre. Tehát az 100 év múlva is kizártnak tartom, hogy lesznek olyan csángok, akik teljesen asszimilálódni tudnak. Ez utópia, nem lehet teljesen asszimilálódni, nincs teljes körű asszimiláció. Hát megmarad először is a vallás. Ugye, ami radikálisan megkülönböztetni az ortodox románságtól őket. Utána pedig megmarad a nagymama emléke, ami azért a nagymamája, aki nem tudott románul, vagy nem nagyon tudott románul. Aki elment misére, de hátul maradt a templomba, és miközben a fiatalsága pappal elől mondta a román imádságot, ő földre sütött szemmel őrölte az olvasót, és magyarul mondta a tizedeket. Tehát, hogy az a ennek az emléke és ennek a dilemmája, hogy ez miért van így, ez megmarad. Most, hogyha erre egy választ tudunk adni a gyerekeknek, és majd később ők ezzel a tudással tudnak gazdálkodni, akkor meggyőződésem, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy ők méltósággal tudjanak közlekedni ebben a 21. századi őrületben. Moldvai csángó világ az nem arról szól, hogy katrincás nénike rogyant tehenekkel egy rossz szekeret visz az utcán hazafelé, és nem arról szól, hogy kék, lila házikókban muskátli van az ablakba, és a magyar siratók hangzanak bent. Tehát ez a az elmúlt 15 évben a csángókról felépített hamis kép, megkockáztatom azt is, hogy legalább annyit ártott ennek a folyamatnak, mint amennyit egyébként a románság ellenünk dolgozott az elmúlt 15 évben. Tehát mi román és magyar oldalról egyaránt
kapunk boxokat. A magyar oldalnak nem vagyunk elég nemzetiesek sokszor. A román oldalnak pedig szélső jobboldali igazember, elmagyarosító, hortista benyomulók vagyunk. Tehát e között, a kettő között kell valahogy lavírozni ennek a fiatal tanárcsapatnak, az a 30 ember, aki jelenleg Moldvában dolgozik. És 9000 magyarul valamilyen szinten tudó gyereket hagyni, és hát a magyar oktatást nem felkínálni neki, mint lehetőséget, a magyar nyelvet, ez, én azt gondolom, hogy a magyar értelmiség és a politikumnak is egy bűne. Itt egy magyar kultúra van nyomaiban, de nem csak a magyar van, hanem ezekben a falvakban a román kultúra is jelen van. Tehát ezekről higgadtan kellene beszélni, értelmiségi módjára, és lehet, hogy azt mondanánk, hogy ez egy másfajta identitásképlet. Ők másképpen gondolkodnak arról, hogy mi az, hogy magyar és mi nem magyar. És hogy egyébként is a moldvai csángók egy olyan területen élnek évszázadok óta, ami soha nem volt Magyarország része. Mi magyarok előttük az elmúlt 300 évben azt, hogy nem küldtünk papot, nem küldtünk tanítót. Ahelyett, hogy magunkba szállnánk, és ennek az állapotnak hát kimondanánk a nevét, azt, hogy akkulturáció, és azt, hogy nyelvváltás van a vége felé ráadásul, és ehhez képest kezdenénk el valamit fölépíteni, azt mondjuk, hogy ó nem, hát itt elszánton küzdenek megmaradásukért a csángók. Ők azért küzdenek, hogy legyen meg a gyerekeknek a betevőfalat, hogy azok érvényesüljenek, hogy azok a kapán kívül talán tudjanak tovább lépni, a város felé tudjanak nyitani, ezért küzdenek a csángók. Itt is élet folyik is ez az oktatási téma, azok számára is, akik ezt vállalták, az életüknek csak egy része. Csak egy része. Az egy dolog, hogy egyesekben tudatosul, hogy ez fontos része a szellemi, a lelki életnek, mások számára még nem, de meg fogják érezni a pozitív hatását, mert egy csomó konfliktust felold. Milyeneket tud feloldani ez? Hát, hogyha egy gyerek úgy nő fel, hogy az is normális, mert az évtizedek vagy az évszázadok úgy hozták, hogy románul kell tudni, de az is normális, hogy magyarul is beszél. Tehát ezt a kétnyelvűségi állapotot úgy érti meg valaki, hogy nem okoz neki konfliktust. Nem kell elmenjen a városba, és titkolja, hogy ő tudja ezt a nyelvet is. És lehet, hogy kicsi dolgok, de erős nyomokat hagynak az emberekbe. Tehát, hogy mindig szégyenkezni, vagy titkolni, vagy tehát mindig. Köszönjük Mogynak, hogy eljöttek itt el nálunk, megjárjanak, járulok, vagy hogy járnak Mogyk. És mit lát, mondjunk, hogy jól visszük ebbe a faluba, minden jól van, csak egészség legyen az Istent, és azt ahogy akarom az Isten.
fogd, hagyj ki!